Hát, hogy ott lesz egy pár szabálytalansága, szinte biztos. Tamás beadása, Lukic, Tóth véd, és ez gól már. Most már sikerül kiegyenlíteni Prengának. 1-1. Szöglet után szerzett a Puskás vezetést, és szöglet után egyenlít a Honvéd. Lovrić marad lenn az ellenfél ötösén belül. Nézzük meg, itt jön be a labda, Lovricot kitessékelik onnan, Tóth még a vonal előtt óriásit véd, de Prenga be tudja fejelni. Ez egy hatalmas kapus bravúr, de ezzel már nincs mit tenni. Prenga. Aztán, hogy Lovrić egyáltalán szabályos körülmények között került el a földre, az más kérdés, de hát nem érdemes 11-est adni, ha egyszer itt a gól. Klafurić és Mitrović öröme.